Szennyezett üzemanyag tette tönkre az autójukat, aztán rajtengedély ellenére zárták ki őket, így kénytelen volt feladni az idei Dakarral itt a Sandlander team mongol kollégával versenyző a magyar kettőse, a turkevei pilóta Sebestyén Sándor és hű a Bognár József, akik már is mesélnek, mint rutinos Dakarosok a vesszőfutástól, és hát majd a további tervekről is. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt. Urak, ez a legdühítőbb dolog, ami történhet, ami veletek ezen a versenyen most megesett? Hát én úgy gondolom, igen, mert a legnehezebb napokon túl léptünk, és tulajdonképpen három könnyű nap következett volna, amit szerintem szinte azt mondom, átugortunk volna, és egy ilyen szerencsétlen... Átrepültetek volna. Hát igen, átrepültünk volna, egy szerencsétlen véletlen miatt kellett kiszállnunk a versenyből. Most ez hogyan fordulhat elő? Ilyenkor rá lehet mutatni, vagy legalábbis ki tudjátok, hogy kire haragszatok, ki a felelős azért Hát azért a technikáról nem lehet haragudni, uh -huh, mert a technikára nem, igen. ez a jármű azért nem az, hogy hű hozzánk, de mi vagyunk hű a toyota -hoz. Én azért a ö, saját életemben 20 éve járok Toyotával, és ilyen még nem fordult elő, de azért azt lehet mondani, hogy ezzel a járművel már mi kétszer célba értünk, és azért az előző járművünkkel, amilyen versenyen elindultunk, úgy magyar versenyen, úgy a Dakarral, szilkőirallin és a... Különböző Európa-bajnokságokon mindig célba értünk vele. Hát nem lehet ezt megmondani így. Ha hazérkezik, akkor biztos csinálunk egy elemzést, egy ö, üzemanyag elemzést, hogy mi is történt tulajdonképpen. De tényleg úgy van, hogy minden olyan nehéz napon, ami tényleg azt lehet mondani, hogy most átul az éjjék, tehát az első naptól a végéig nagyon-nagyon kemény volt. Az utolsó két nap, ami jobban mondva, már egy, egy nappal többet mentünk, mint ö, mint, mint amit itthon már tudtak. Tehát mm. nekünk egy rajtengedélyünk volt másnap is. Igen, arra utaltam, mint az elején, aztán és utána azt megadták, aztán. Elrajtoltunk, lefültek, elrajtoltunk, nem? elrajtoltunk, CP ponton átmentünk, ö, sőt, beértünk a célba, kaptam egy menetlevelet. A menetlevélen ki volt írva, hogy hanyarikok vagyunk, és majd bent a táborba a, az a rajtbíró, aki elrajtoltatott bennünket, az zárt ki. Tehát tulajdonképpen ö, meg is lehetett érteni, de azt akkor már nem mert... Nekünk az első Dakarralin egy olyan kizárás történt, ami ö, jogos volt és akik ö, ugyanúgy velünk el, akkor ellenben elrajtoltak, azok, ö, azokat nem zárták ki, tehát ez is az nem volt jogos, mert hibáztak, tehát nem kellett volna elrajtoltatni. Mm ha -hmm. 11 órakor aláírnak egy mm. 11 óra 20-kor egy, egy ö, tiltást, akkor 1 óra 41-kor ugyanaz a rajtbíró, nem kellett volna elrajtoltatni és Azért ki voltunk rakva a veszélynek, mert uh -huh. ugye József tud róla többet mondani, mert azért már akkor felváltva vezettünk, mert az elég kemény, mikor egy egy kamion vontott bennünket, és az uh, elég kiváltságos volt az aznapi és az előtt napi nap is. És azt lehet mondani, hogy most Argentinára szokatlan, ugye ott nyár van, dél amerikában és <tosz> igen, volt ez volt ez a, ez a ö, kettő hét Argentinára jellemzően de viszont kaptunk ugye hideget, meleget, először kaptunk 55 fokot, majd utána, ahogy mentünk a magaslatokba, ott azért volt a légnyomás változás is, és akkor egyre hidegebbet. Túléltük a maratoni napot, a bolíviai maratoni napot, ami igen kemény volt, szerintem nem csak mi számunkra, hanem a motorosok számára is, plusz a kamionosoknak meglepetés volt, hogy a tábor környékén egy titokba tartott tábort építettek fel nekik, és ott töltöttek el 48 óra hosszát. Szerintem ez a Dakar nagyon-nagyon kemény két hét volt, és két hét van utánunk, de ugye nem tántorunk meg mi ketten, egyébként a Hát azért, 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 egy ilyen terep a, a nagymúsági puszták rémét nehogy el nem? A folytatás azért lesz. A, azt, Józsi, egy kicsit nézzük meg, hogy azért összegészében mi a mérlege a, a versenynek, mert, mert, azért azt nem lehet, vagy ti nem, nem azt mondjátok, itt látom, majd mindjárt mondjátok, hogy miféle vigazdia, de hogy ez csupa csalódás lenne. Én számunkra nem volt csalódás ez a verseny, mert szóval én... lehet -e tanulni sok mindent? Sok mindent lehet -e tanulni, és én úgy gondolom, hogy ugye négy év vagyunk kint a Dakaron. Ez a négy évből a legkeményebb verseny volt. Ugye nagyon sok emberre megismerkedtünk most már kint, perújakkal, mexikóiakkal, dél-amerikaiakkal, európai olyan versenyzőkkel, akikkel együtt versenyzünk most már négy éve, és mindenki azt mondja, hogy ez a négy év legkeményebb dakarja volt. Tehát számomra nem volt csalódás, csalódás annyira volt, hogy nem kellett volna, hogy a technika megálljon. Uh -huh. Miért, miért sem, hogy ez itthon ki fog derülni, szerettük volna mindenféleképpen befejezni, és egy dicsőséget hozni Magyarországnak, hogy végigmentünk rajta, minden jobb helyezéssel. Vigazdi? De Vigazdi, hát ezt egy szerencsétlen véletlen, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt, előre megvették nekünk, mi érezte volna az az illető, akitől kaptuk, hogy talán nem sikerül. De köszönjük szépen neki, hogy <ś futikat tencs> tulajdonképpen kaptuk tőle. Ha összehasonlítjátok ezt a Dakart, általában is a Dakart, nem csak az ideit, azzal a Seiemútrallival, szintén volt már szerencsétek küzdeni, akkor nehézségben hogyan lehet összevetni a kettőt? Hát azt lehet mondani, hogy a Seiemútralliról annyit kell tudni hogy az egy hétig tart. Igen. Egyébként is Európába zajlik, Moszkvától megy a és a szervezésben nagyon-nagyon hasonló jellegibe lehet hasonlóságot vetni, de egyébként a, az, hogy ö, itt Európában keres 4500 métert, meg 5000 méter magaslatot, azt szerintem nem igen találunk. Egyébként meg, ö, hát az itt nem lehet mihez hasonlítani. Hát ugye azt mondták ott, akik a ismerősök voltak, és ö, a itthonokkal tartottuk a kapcsolatot, hogy most talán most gondolkoznak azon, hogy hát tényleg ez azoknak a gyülekezete, akiknek ö, elmentek otthonról. Tehát ö, azt lehet mondani, hogy nagyon nagy bátorság. Most már én is azt mondom, először, amikor elmentem, azt hittem, hogy ö, mindent lehet. Már most azt, azt tudom mondani, hogy... Er, egyébként mi... bocsáss meg, hogy a, a Bamako a féle buli, az felkészít valamennyire erre? Hát ö, benne van a, a szóba, amit mondta, hogy buli. Tehát, a, arra készít fel. fel, hogy két hetet ki kell, hogy bírjál ö, egy monatom menéssel, és azon felül ö, egymásnak a... egymásnak a... Ö, szuverenitását meg kell, hogy tartsad, uh -huh. de mi egyébként össze vagyunk szokva, nekem ez volt a hetedik ilyen maratoni versenyem. Egyébként a Unico Thunderland team ez volt a nyolcadik olyan versenyünk, amit én teljesítettem. Én voltam kint egyszer egy klasszik Dakaron Afrikába velük, azzal indult az egész, de én azt mondom, nem bántam meg, nagyon-nagyon sokat lehet tanulni egy Dakar rallyn, de Viszont hát én, bennem is ugyanúgy, mint a Józsiba is, meg a csoportba is van egy olyan jellegű csalódás, hogy minden olyan napot, ami nagyon-nagyon kemény volt, és keménynek ítéltünk, azt tudtuk teljesíteni, és az utolsó két nap kell úgy kiszállni, hogy a technika megáll, és akkor azt már a kisújunkból kiráztuk volna. Meg hát szinte azt láttuk, hogy állunk a dobogón, és akkor ezt a fiút, aki velünk volt a Mongóliából, a Dzsaga, azt beütöttük, egy olyan helyre, mint ahogy tavaly Ungvari itt, hogy egy, egy örömmáborba úszon legalább egy fél órát vagy egy oroszát és érezze az, hogy milyen az, amikor átmegy a céldobogon valaki. De nekünk ez is nagyon-nagyon nagy tett, hogy azért a második nap lefeleződött a mezőny majdnem. 40 uh -huh. autó maradt ott a, ö, nem is a rűnyes hanem <coughs> bocsánat, úgynevezett fesves homokba, úgy, úgy kell elképzelni, hogy ö, hasonló, mint a púder, csak egy méter mély, és hogyha valami jármű elmegy rajta, és azt követi ö, esetleg 100 motor, vagy ö, még plusz 50 kamion és 100 autós egység, akkor a végén egy ilyen ö, púderszerű homokba közlekedsz, ami derékig ér, és egyszerűen nincs neki alja, nem áll meg, és azon közlekedni az, az fantasztikus, és ebből volt a legtöbb most minden napra jutott egy 150-200 km, azt hittük, hogy soha nem fogy el. Nem is gondoltam, hogy Bolíviában is vannak ilyen részek, kellemetlen részek, és nem utolsó sorból nem lehetett szervizet igénybe venni, nem jöhettek át a szervizelműveink, nem csak nekünk, hanem más csapatoknak se, és kellemetlen volt nagyon-nagyon a, 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 magaslat, nem csak mi számunkra, hanem mások számára is, meg szinte akkor hideg volt. Hát a váltás volt az, uh -huh. hogy mentünk az 50 fokból hirtelen a a, a 0-5 fokba, tehát az hihetetlen emberi hát azt gondolom, meg, hát az, 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 az alföldi embernek az meg ö, különösen ö, más dolog. Végül hadd kérdezzem, azért mindennek ellenére jövőre veletek ugyanott? Ő, nagyon bízunk benne. Legyen erő, egészség és természetesen próbálkozunk a jövőre. Ott lesztek, és, és mindig is a toyota <laughs> Igen. A toyota nem szabad ott hagyni. <laughs> Meg egyébként, aki ebbe belemártja a nyelveit, Ebben a Dakarali világban, úgy, ahogy mondta Józsi, is, hogy rengeteg olyan barátunk van, akikkel nagyon-nagyon szoktunk említeném a peruiakat, akkor uh, itt van a mongol kapcsolat is, nem beszélve arról, hogy vannak nagyon jó holland ismerősök, és uh, ez a dakarali részvevő résztvevő versenyzők, ez egy nagyon nagy család, és nagyon-nagyon uh, azt lehet észrevenni, hogy mi, minél többet vagyunk, nagyon tudják tisztelni egymást, sajnos voltak balesetek, amit láttunk, A motoros baleset van legtöbb. Igen, volt, igen. Ö, hát ö, arról nem is nagyon szeretünk beszélni, mert az nagyon-nagyon kellemetlen, látványnak is nagyon kellemetlen, főleg akkor, mikor elesik egy ilyen motoros előtted, ö, akkor összeszorul minden. Uraim, akkor maradjunk abban, hogy ha már családtagok vagytok, akkor a család éves legnagyobb rendezvényére illik mindig oda elmenni, úgyhogy jövőre még több sikert a dologhoz, és hát elemezzétek, hogy mi, mik voltak azok, okok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük